A mai videóban a kálium pótlásáról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez a videó egy káliumról szóló 7 részes videósorozatnak a harmadik része. Ajánlom figyelmetbe a többit is. A legtöbb embernél a kálium hiánynak három oka van. Általában ez a három állapot egyszerre jelen van. Az egyik, hogy kevés zöldséget fogyaszt, a második a stressz, ami nátrium visszatartást és kálium ürülést eredményez, és a harmadik pedig a sok szénhidrát, a sok cukor, gabonaétel, sütemény, chips, stb., amely ételek fokozott mértékben használják a káliumot a szervezetünkben. Tehát a kálium hiány első leggyakoribb oka, hogy nem fogyasztunk elegendő magas kálium tartalmú ételt, amelyek között a legfontosabbak a zöldségek, azon belül is a legjobbak a zöldszínű vagy más néven a keresztes virágú zöldségek. Van kálium a húsokban is, a magvakban is, például a dióban, a földi mogyoróban sok van, de ezekből az ételekből naponta rendszeresen 30-40 dekát bevinni rendkívül megterhelő a szervezetünk számára a zöldségekhez képest, amelyek a káliumon túl sok más egyéb hasznos mikrotápanyagot, például polifenolokat, magnéziumot, klorofilt is tartalmaznak, könnyen emészthető, könnyen hasznosítható formában, és ami igazán fontos, alacsony kalória mellett. Vannak olyan zöldségek és gyümölcsök is, amelyeknek bár magas a kálium tartalma, de a káliumon kívül tartalmaznak keményítőt és sok cukrot is, például a banán vagy a burgonya, ezért mindent figyelembe véve a legjobb káliumforrások a zöldszínű zöldségek. Céklazöldje, mángold, leveleskel, kelbimbó, brokkoli, káposzta, spenót, limabab, vizitorma. Jó káliumforrás az avokádó is, amit egyszerűen önmagában bármikor fogyaszthatunk, bármilyen ételtől függetlenül. Átlag 100 g-nyi zöldszínű zöldség kb. 400 mg káliumot tartalmaz, azaz mondjuk a 2000-2500 mg kálium bevételéhez 500-600 g zöldség bevitelére lenne naponta szükség, tehát több mint fél kilóra. A Sapiens az első pár tízezer évében valószínűleg ennél sokkal több zöldséget fogyasztott, tehát elődeinknek akár 10 000 mg, azaz 10 g felett is lehetett a napi bevitt kálium mennyiségük. A kálium természetes ételekkel történő bevitelének mennyiségétől éppen ezért nem kell félnünk, mert az evolúciónk során a testünk ahhoz szokott hozzá, hogy sok káliumot kezeljen, így a veséink könnyen el tudják távolítani a felesleget belőle, egyedül vesebetegség során kell odafigyelni rá. A kálium és a nátrium egyensúlyban kell legyenek egymással a szervezetünkben, kb. 1-4 arányban, azaz leegyszerűsítve 1 nátriumhoz 4 kálium kell. Ha sok nátriumot fogyasztunk, például nagyon sózzuk az ételeket, több káliumot is fontos bevinni, és ez fordítva is igaz, ha kevés sóval esszük az ételeket, a káliumból is kevesebb kell. A napi kálium szükségletünket nagyon nehéz csak zöldségekkel pótolnunk, és itt jönnek a segítségünkre a kiegészítő ételek és italok. Nagyon jó a kálium pótlásához a búzafüllő és a lucerna porlé és más hasonló zöld italok, de ne velük kényszerüljük el a teljes kálium bevitelünket, csak kiegészítéshez használjuk a zöldségek mellé. A napi táplálkozásunkból hiányzó kálium pótlásához ajánlom figyelmetbe az elektronik italport, segíthet a kálium pótlásban, amikor nem tudunk elegendő zöldséget fogyasztani. Napi adagjával 1000 mg káliumot tudunk bevinni, kálium citrátból, ez az egyik legjobb káliumforma. Egy adagoló kanálnyi mennyiséget keverjünk el 2-4 deciliter vízben, vagy narancslében, és ígyuk meg több adagban. A kálium mellett van benne magnézium, kalcium, nátrium, cink, jód, réz, szelén, króm és mangán is, jól felszívódó formában, illetve kelp és litotamnium algát is tartalmaz, amelyek további ritka nyomelemeket is hordoznak magukban. Ideális étkezés után vagy előtt meginni fél vagy egy órával. Lefekvés előtt fogyasztva segíthet a gyorsabb elalvásban és a jobb alvásban, az alvás javításán keresztül pedig a testünk hatékonyabb éjszakai regenerálódását is támogatja. Edzések, sportolás, intenzív fizikai erőkifejtés alatt is fontos az elektrolit pótlás.
A cinkből, részből, szelénből, krómból és mangából nagy dózist tudunk vele bevinni, így ezen nyomelemeket nem kell külön pótolni. Vízben elkeverve finom az íze, olyan, mintha limonádét fogyasztanánk. Nem tartalmaz maltodextrint, ízfokozókat, stéviával van édesítve. A videó leírásában több hivatkozást is betettem, ezeken az oldalakon minden részletes információt megtudhatsz róla. Holnap érkezik a negyedik videó a káliumról, amely a kálium pozitív élettani hatásairól fog szólni. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a káliumról, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, mert így az algoritmus másoknak is fel fogja ajánlani ezt a videót megtekintésre. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!